Egyre több magyar utazik külföldre, ahol kipihenheti fáradalmait. Az utazási irodák sikeres negyedévet tudhatnak maguk mögött, megnőtt a nyári nyaralások előfoglalási száma. Akár 40%-ot is spórolhatnak az utasok, sőt, ha decemberben, akik már törzsutasok lefoglalják, még többet is spórolhatnak, hogyha előfoglalnak. A szakértő elmondta, last minute utazásra is van lehetőség, ugyanis sokan ezt várják és választják. Az utazási irodák meghatározzák a felső létszámot, amennyiben ezt nem tudják eladni, akkor kishaszonnal kínálják az utazást megelőző napokon. Nyilván kínálatban sokkal kevesebb. Tehát előfoglalásban azért nagyobb a kínálat, több mindenből válogathatnak az utasok. Last minute-nél ugye ami megmaradt. Tehát lehet rá számítani, mert biztos, hogy lesz, de nem olyan nagy mértékben már, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Koncné Szabó Zitától megtudtuk, hogy a magyar emberek általában a középárkategóriás nyaralásokat keresik, és elsősorban Egyiptom vagy Törökország az úti cél.